meg egész meg Júnyer Istvánosodott. És megjött Júnyer István is. Jó van. Még mielőtt a mérkőzés elkezdődne, még van egy filmecskénk, hiszen egy kiváló svéd játékos üzenete következik. Hello, Iceland team, very good one. I only want to say congratulations for your fantastic matches, especially 1979 when you beat China. It was a very good match and I watched the whole match and I think it was only Sweden and Hungary who won against China. So, but sorry, at this time I cannot be there. I'm in China by myself. So I hope you're going to have a fantastic back at the matches and everything. Now. Thank you very much and good luck. Köszönöm szépen, Gergely, itt volt Wagner Kínában, de az asztalnál a Júnyer Kompár, Gergely Takács kettős. Négyes. Ezután kerül sor majd a generáció csatája férfi verseny ünnepélyes eredmény hirdetésére, utána pedig majd valamennyi gálán szereplő résztvevő egy közös fotózás erejéig fölfárad a színpadra. Függetlenül kortól, nemtől, generációtól, jelenlegi és múlt eredménylistától, játéktudástól. Tombola nyertesek nem jönnek. Egyszer 11 szettes mérkőzés. Gergely Gábor adott. És rontja el.
Pascal hozza a 9. pontot a Campari Ogyertektősnek, 9-8. És pedig összeállt a Junior Klampár Gergely Takács ellen. Mindegy, aki éri, az üsse át. És most szóljon a vastaps, hiszen az este utolsó mérkőzését láthattuk. 79-es bengáli világbajnok csapat négy tagja, Klampár Tibor, Junyel István, Gergely Gábor és Takács János játszott páros, meg néha trió a szingli játékos ellen. Köszönjük szépen! Nem maradt más hátra, mint az ünnepélyes eredmény hirdetése a generáció csatájának.